Náló, sziasztok, Gaben vagyok, szóval itt vagyunk ezzel az élő videóban, NHL 18, folytatjuk ott, ahol tegnap abba hagyjuk, hogy igazából nem is, hiszen tegnap egy marha nagy zakót kaptunk. Úgyhogy ma az Noimorval fogunk játszani a negyedik mérkőzésen, hát nézzük meg a tabellát. Ami ugye a tegnapi vereség miatt egy kicsit átrendezett, hát az első helyről becsúsztunk a harmadik helyre. Úgyhogy ma ezt a mai Znojmai meccset mindenképpen hozni kell. Egyébként ez Znojma az 11. Úgyhogy kezdjük el a meccset. Annyi változtatás lett a csapatban, hogy Rajna Mikulis bekerült a kezdőcsapatba, hogy ő fogja védeni a kapunkat. No, hát akkor kezdjük a meccset. Ma még egyszer, rövid este 9 órakor csinálunk egy tech openinget, egy évbúcsúztatós tech openinget a FIFA-val. A rendkedvéért kék mez, fekete nadrág, kék sportszárba vagyunk mi, és fehér mez, fekete nadrág, fehér sportszárba az Noimo csapata, hát vágjunk bele ebbe a meccsbe, és hát reméljük, hogy nyerni fogunk, illetve jó lenne a kiállításokat megúszni, hisz tegnap volt belőle pár, és jobbára ezen ment el a meccs. Both coaches sounded like they expect the game tonight to be extremely tightly contested. So that puts the microscope on just about every little detail of the game. Okay, Ray, thank you. Fires, got his glove on it. Gains the zone. Sends to the point. That hits somebody. Charges up the left wing end, takes the pass. Na, super to the point. Right into the slot. Had the goalie beat and glanced it off the post. Keeps it going in the defensive zone. Not a long pass, but effective. He's got it. He is shut right off. Újabb belőttünk volt a hatalmas nagy csapó. A villakörlen. És ők fel is mentek, kérem szépen a helyünkre. Úgyhogy. Big face off win. Drill! Itt a remegőt kapni mindjárt. Úgyhogy csütöm ezt a támadást. Can't get a shot on. Jó volt az a csel. Pushing it on through center ice. Gets in. What'll he do? Hawks loose. The roadblock got in the way. Jó lesz az eddig. Pushing it on along the boards. Fires. Még majdnem oda játékosan blokkolt. Újjebb, mi volt ott megint a kapu előtt. Igaz volt, neked is boldog új évet. Been a long time since this wasn't the garden variety stop for a goalie. Down in the butterfly turned aside. Just under 7 minutes play. Still nothing on the score sheet yet. Nice face-off work. It's an onside play. Shoots it off. Padded away.
He throws it there. Oh, that one hit someone on the way. Ismertünk a helyzettel. Wristed one. Blockered away. Well, let's hope that the game picks up in pace and energy a little bit here, boys, or we're going to lose you guys. You got a pillow upstairs that you can lie down on. Matched it. Ooh, what a shot hit, man. Solid neutralized poke check. Right on his stick from the left wing. He gains the zone. És most pedig is. No, kiállítás, most remélem nagyon, hogy nem már menj. De van megint nálam. Jó, hát lehet is, hogy jutottunk egyébként támadásra, és ugyanúgy megkapom a kiállításokat, nem kell védekezésnél. Úgyhogy... There's all the start to your power play night, and this is number one. Soft wind here. Let's go, paddle the side. Let's go, paddle the side. Gets in, looks over his options here. Puck loose, couldn't drag it through. Pushing it on up the wing. Got it on his stick in the slot. Now it's directed to Gilbert. Shoots one. Held there for a faceoff coming up next. I don't know if he's going to save much easier than that one. He's in position. It's a rather routine off. Nézd, hogy a játékos esetben kapuba nem akarom. De az, Peti. Good job on the draw. Miért nem mulattok valamelyre? Into the end of attack. He was outnumbered but not outskilled. Breaks a shot, got it in front of another one. We don't get any better opportunities than that. Great save. He missed the net. Man, you wait all game for a chance like that, and unfortunately for him, it clunked into the corner. Azért jó lenne volt ütni. Nekünk elején. He's in an onside. Great take, dangerous area. Good intercept. Ú, bassza meg a pont lehúzta. Drilled. Oh, what a save. I was looking for the light to come on. Közben összeakadt a két játékosom. És pedig ez a kapusó. Később, mikor később? Ki Kaposvárra már megy a buli ennek éve, minden hallom. Este 9-kor Delta Camp Tech Opening lesz. Majdnem egy 40 pakkot fogok eldurantani a pipába. Ha érdekel titeket. És menjük a támadásra. You can find a way to put it in. És itt beúd a középre, aztán majd valami lesz alapon. Bazd meg az egy akasztás. Itt pedig lett egy kiállításunk. Itt már a másik a harmadban. De még mindig jól lenni, de sőt, itt is lépezben vissza az első harmadból. This is an easy call for the official, Doc. Player made no attempt to play the puck and just tripped up the attacking player. Maybe more second match that he gets because of my match. Good face off. Now he gets the block. Good hit, buddy. Which way you? Time of dash shot for Kim Nassim. Making headway up the boards. As back end with me. Maybe that's the real double check. She now come back. The double check. Maybe we're gonna beat. Csinál egy lövőcselt. És akkor nyilván nem üti a korongot. De hozzuk el a bulit, aztán verjük be. Tudsz egy gólt lőni, ember hátránban vagyunk. Clean win on the draw. Up the wing with it now. És most aztán mehetünk. And they are in. Az egy gyönyörű szép szerelés, amivel le is fordulhattunk volna, egy gyors támadással. Itt a hátrányban is vagyunk 6-kor is.
Using this one to get gyönyörű passz. Onside. Addig a kapus itt minden véd. De lehet, hogy itt azért még egy akasztás. Ezt nem hiszem el, Spoli. A shot, staring down and made the save. You talk about cutting down the angle, perfectly executed by the goaltender. Na, szuper. Kapos várja, vagy törnél ki vagy? He was trying to play the puck. Járól, hello, hello. He tripped up the attacking player. It's a 5-on-3, it's a power play, and a chance to do the damage. Igen, néha laggolok azért, azt látom, de. Let's work on the face. Az meg egy, hú, azt hittem, hogy bent van. To give yourself a chance, that puck not missed like that. Azt megfogva. That one comes back, goalie's allowed to handle this puck. Mi a csinálom én a lehetőség? Még egy kiállítását azt hittem, hogy a háromba megyünk. Még 35 másodpercig, kettős ember hátrányba. Húha! Nézzétek a tegnapi meccsemet egyébként? Ha itt vagytok meg? Mert akkor láthattátok, hogy vagy 8 kiállítás volt nálam, az ellenfélnél meg egy se, ez nem is pecsételte a meccset. Hú, mekkorát durrantott a pöccsünk. Azt a kurva. Játékosai megijedtek. Peti, és te itt laksz Kaposváron, vagy környékén? Ki kell húzni ezt az ember hátrán. Nem egészen egy percig vagyunk még ember hátrányban. A kaposomat úgy látszik, hogy megbolondulunk. Azt a kurva gond van. Ezt is megúsztuk, jó van. Egy kicsit tartjuk már meg ezt a gyakorongot, és indulhatunk Sirányi. Csináljuk meg! Új, legyen miénk az a korong. És ott van! És megfogja, hát beszarás. Nográd megyébe, aha. Vagy nem itt van. Nem tudom én se, Áron, igazából. Ez a live-os téma nekem amúgy egészen friss. Én tegnap kezdtem el ezzel így foglalkozni. Nem tudom. Nagy idővel talán. Tudod, én körülbelül 2 hónapot csinálom ezt az egészet. 2 hónapot töltök itt el éveket, meg azt én ekkora volt kaptam. Úgyhogy én igazából kóstolgatom ezt az egészet, hát majd talán idővel. De nagyon aranyosak vagyok, vagytok amúgy, és köszönöm szépen a bizalmat. Többet becsúsztunk egy gólt. Többet kicsit néha laggolok. Lehet a netnyőek, mert kicsit taragszik mostanak. Ünnepelnek a szolgálatonál, és valószínűleg már be is fecsgőztek. És hol fogjátok tölteni a ma estét? Buliszta gondolom, házi buli, vagy mondtak le a városra, vagy nem tudom. És akkor mehetünk a támadásra, jó lenne kiegyenlíteni. Már mondom, és akartam, hogy így is van. Kivejőre boxolunk ezzel. Áron, te pincsi vagy? Hát akkor egy 100-as körülbelül kapusztát. Hát ott aztán lehet bulizni a babiszkézzelőt, nem? Bulit se sikerül elhozni egyébként. A bulit elhozatala is mindig mondom, hogy nagyon fontos, ez egy gyönyörű szerelés. Pince. Kiváljunk már valami értelmeset. Hát így nem tudunk. Gyakorlatilag a kapunkban ütünk el, mert levadászták a korongot. És hát mindjárt vége az első harmadnak, ami egy 1-0-ás jól-jói vezetés hoz eddig. Úgyhogy pedig szomorú van.
goal came early in that period. Nothing could happen except goaltender dominance after. The intermission has arrived. Befolytatjuk a második harmaddal. Nem változtatunk semmit. Majd a harmadik harmadban úgy állunk, akkor kicsit felpulunkoljuk a támadásunkat. Our game is in the middle period, it's underway right now. Attakabra, ahogy kinek kinek tetszik, akkor úgy mondom, hogy támadónak. Megkapunk gólt. De az első két meccset gyakorlatilag simán nyertem. A bajnokságba. És most pedig jól lenne beszélíteni az ellenfelet. De na így. És most nem tudom, hogy mi történt. Lehet, hogy ez az élő videó átkal. Mert amit költöttem fel, ugye felvett anyagot, az a kedvencem, behúzom, elütöm, üssük be! És mi a kedvenc játékokat, hogyan szoktok játszani, azt megkérdezhetem, FIFA gondolom. Az igen. Nicely into the zone. Puck grab, they've got it ready. Shifts to the backhand and shoots. Took it up the boards and holds. Muszáj lesz kihozni a... Már nem kihozni, hanem... Lehet, hogy egy kihozni a harmadból. Igen, így lesz lesz volna. Közben, ahogy tudom, nézem a csetet. Az nem lehet kiállítás. Igen, van egy jó kis küldő egyébként. Voltam én inkább ilyen küldőből sokok járni. Szoktam még régebben. Köszönöm a lájkot. Peti. Ez egy szép védés. De csináljuk meg ezt a gólt, csináljuk meg ezt a gólt. És nem hiszem el, de hogy ez a kapus mindenhova odaér? Ez pedig a miénk. Ott a széle, ott meg a széle. Jaj, ez is középre ment amúgy. Hát adják a szemedig a... Zolnóikat is tanulunk. 1-0. Hát ez szép volt. Azon 4-szer megkapjunk volt, nem kéne, nagyon nem kéne. És azért a korongé lehet menni. De hát megállodjuk. Olyan simán elmennek róla, ha így mellettem, hogy csak kihívások komolyan. Olyan is nem jut a véve. Kissük be! Olyan is ott az egyenlítés! Egy-egy gyereket! Igen, így boxon nyomom, sajnos. Azért sajnos, mert PS4-esen sokkal egyszerűbb a megosztás szintúddal. Itt meg szenvedek egy laptoppal, még vízbe ráadásul, meg egy fódéletlenű programmal. És szerintem ez a lagnéha lehet azért is van, de ma egyébként sem valami jó, mert szerintem még sokkal jobb volt. Nem tudom, hogy mi van. Lehet, hogy meg a túlmentem. Na, itt van egy egyenlítés. Igen, tehát még mindig sokkal nyugodtabban játszok ezzel a játékkal, mint a FIFA-val, és ott megint egy kiállítás. Komolyan mondom! Hogy én? Most miért kérdezed, hogy én? Nem értem most, hogy értem. There is hope with every man advantage, even if your percentage is poor. Are you listening? Good clean win. Terrific glove save. Hangs on to that one and he'll see a face-off right near it. Én is boxom, igen.
Slid back across from the line. Back to the point. 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 Back to the Oké, elmondjuk belőle. The power play unit has to recoil and try yet again. Puck grab, they're ready to go. Good stick there. Outstanding save. What tuk. Magic even to get there and get the shot off. Not a lot of score from in that area. Great save. Let's it go. Outstanding save. Great point blast. Ember hátrálna vagyunk, és elég jó megy a támadás. Nem tudom most, hogy mit kérdezhet, hogy nem igen figyeltem most a csetet. Nagyon ember hátrálna vagyunk teljes koncentrációba. Basszus, meg kéne ezt úszni. És közben eltölt egy volt, de kinek a bocsia, remélem nem a játékosomnak, hogy pedig akkor ezért is lehetett volna korjanni egy kiállítást. Minden előbb ugyanatottuk. Can he make him chase it? Still on the move, up the boards. Laid on. She's back. Great save. I was watching for sticks to go up. No celebration this time. Akkor ezt is be. Hát ezt sem be. Látjátok ezt a sok helyzetet amúgy? Sliced right through the middle. Nagyon, nagyon. And he steps across the line. Állási arány. He's got it. Hanging on to it up the wing. Lehet a gól, gól. Oh, the hands are quicker than the glove. Great save. Igen, Xbox One-on játszok. Igen, igen, igen. Trying the probe up the wing. Gains the blue line. Good place to shoot from. A wonderful save at the goal crease. Skating up the center's own wing. Hammers it and off the target with that one. You're not going to get many chances right from there. You got to hit the net. He just misses wide. Off a body. Not the way with the stick. Goaltender pass. Good work with the stick. Nice job to get it from the boards to center. As that point pass as well. Pass cut. Gains the zone. Let's go a wrist shot. Knifes his way near the boards to center ice. Knocked it away with the stick. Kétszer játszottam egyébként rengeteget. Azt most nagyon elrontottam. Még ugye amikor PC-re is kijött az NHL, akkor rengeteget játszottam PC-n. Az szép volt, az szép volt. Úgy mondtott el a center pedig. Gets in. What'll he do? And possession has changed. Brilliant move on that pass. Let's it go. Puck covered with the long. Jól játszani. Az első két meccs az úgyban jó volt, a simán nyertem. Aztán tegnap bezakóztam a villatóra, hogy egy hatos kicsit. Úgyhogy... Egyébként 9-kor még gép előtt lesztek, mert akkor lesz a nagy pack opening.
defensive zone win. The drama is in the final minute of the second period. It's an onside play. És ott a második gól. 2-1. Megfordítjuk a meccset. Bravo. It's not how hard you shoot it, but it's the release that counts, and he snaps it home. And so just because you're in the butterfly doesn't mean you can give in to the shooter. You still have to move. He looked like he thought he was in perfect shape to make the stop and didn't have to move. Bad guess. They win the draw and will now set up an attack. The goaltender comes out and he's got the puck on that big play. That's a great play, though. Look, he looked like he was going to get a goal. Most már több kiállítás ne legyen. És még a második harmadnak megfordítottuk a meccset. Vezetünk 2-1-re. Oké, Peti, de nyugodtan menjél, bulizál majd holnap, megnézed, ha éppen így lesz. Kicsit újnak a fiúk, aztán jövünk. Egyébként lehet, hogy fogok egy kicsit védelni is. Tehát akkor itt a statisztika 2-1, a gólok aránya a Fehérvárnak. 29 lövés Zolmo részről, nekünk 19, hát az 50-10-el kevesebb, mint a Zolmo-é. Támadó idő az valamivel több. Zolmo-nak jó nyilván, hát mi voltunk ember hátrányba. És 21 bulit hoztak el, mint kettő. Minek kettő? Tehát ezen azért kurvára kéne változtatni. És 10 percet voltunk ember hátrányban, az azt jelenti, hogy 5 kiállítás már volt nálunk. Tehát azért az durva. Hát azért az durva. Ugye... Igen. Támadás az oké. Védekezés. Az oké. Itt van valami videó is, mert gondolom, hogy kit lehet, hogy mit tudani. Én szóval igen, tehát a kritizálja a buli elhozatal, de hát most ez van. Na hát akkor nyomázzuk a második félidőt. A második félidőt, barom, harmadot. A face-off win, let's see what develops. És akkor reméljük, hogy ez a lesz bevesz hűtbe, hiszen felső hátba bent jön a maradni. Ez egy mai vereséggel azért igencsak lemennénk a dobogóról. Ez így szuper a védekezés. Megkapkodjunk. És akkor induljunk meg egy támadással. Nem sikerült. Good use of the stick, broke that pass up. Az igen. He's got that one, let's see what happens. És az fogad. Makes that play deep. Waits from the corner. Akkor nem is tenni volt már, meg mit csináltam én ott. Gets in, looks over his options here. És menjen a lőket. Great pad save. Mi azért bejön egy cser. He takes that one right ahead. Tehát ezzel a kupába is így vagyok. He knifed it away. Az meg egy gyönyörű szerelés. Making headway through center ice. And play a stop. Kiállítás lesz, szerintem nem is tippel egy kutyog nálam. Hát egyértelmű. Well, what he was trying to do is try to get the puck, but unfortunately for him, he reached in and hooked around the player. Off to the penalty box he goes. There is hope with every man advantage, even if your percentage is poor. Are you listening? It's a face-off win. May not seem important in that territory, but they have possession. Shot on. Rajna Miklós jó lőtt szerintem ma. Jó, és a szokott bejöthatós, mint ennek viszont ki.
The Eagles have played very well, but they've just had no finish to their opportunity, whether it's been a post, a crossbar, or the several times they've missed the net. Ray, I don't know if you believe in omens or not. One side says, well, it's got to change sometime, and another says, maybe not tonight. He takes that point pass. What a ripper! In their own end, moving it now. This is your name. He's got it. He's got to clear it, though. Shoot! Into the end of attack. Backhander to the net. Up the wing, making some headway. Hol a korong? He turned it aside. The goalie makes himself look big. Schwartz is able to get his stick hand on it. The blocker save is an easy one for him. Just a hair under 7 minutes off the clock in the third. And it is 2-1 the score in this one. Okay, solid clean win. Up the board, still in control. Great job to slip on by. Snaps a wrister. Igen, ez a 18-as. He's in on an onside play. Can't get a shot on. Gives it to the point. Looking for a better lane. Ne bántsuk egy kiállítás bőven elég. Még sok is, 21 másodpercig vagyunk még ember hátrányban. Kiabakkozóli bulék. Mit kell csinálni Szilveszterkor? Amúgy a tegnapi videóban elmondtam, hogy kereztem meg én ezt a 18-at. 60% kedvezménnyel került a 8000 forintomban, amúgy a 20000 forintot játék. És még mindig vezetünk kettőzni, és ebben a pillanatban kiegészülünk, ezt be kéne ütni. És aztán már megint kiállítás lesz, és nálam. Nagyon-nagyon osztályt itt ebben a játékban a kiállítást egyébként azon tettük az előzőben. Terrific stop from right in front of the net, but you gotta find a way to put the puck in the net. Gilbert's getting a penalty for slashing. It's 2 minutes. Back in the era of wood sticks, this would really hurt. That's a slash. There is hope with every man advantage, even if your percentage is poor. Are you listening? Quick work on the faceoff. Good shooting. Save. Let's it go. Hát már mindent megteszünk annak érdekében, hogy járunk engem előveket. 10 perc, 22 másodperc van vissza. Az nagy volt, és át. Csak sajnos fonákra ment. Én még ember hát már be is megyek elhozás. So on this power play, they will resume from their own end of the ice. Hatalmas Bobby Csak. Gets in, what'll he do? Jöjjön vissza. Using the point, he's got it. Stays on side to the middle. Outstanding save with a pad. Out of his crease to take it. What'll he do with this? It's almost like these teams are mirror images of each other. There's no room on the ice. Nobody has been able to spread out the play and generate a whole ton of scoring chances. 36 másodpercig még mindig ember hátrány meg az így. Ez meg még egy kiállítás. Nézd a kortintok a csörömből. He's got great stick positioning. Stick is on the ice, but unfortunately takes his skates off. Nektek is egészségetekre éppen fogyasztatok valamit. Mondom, it's a 5-on-3, it's a power play, and it's a chance to do some damage. They win the draw. Good pass off the board. Ember hátrányba hozunk ilyen szépen. 23 másodpercig egészen biztos lepítnek az ellenfelet. És megleptük egy harmadik góllal, kettős ember hátrányban. Hatalmas!
Hát igen, tegnap ez a fordított járú sült el. Rejter Attila, gyönyörű. Hogy a nagy dobó volt egyébként. Jó volt a kevés. Na jól van akkor. 8 perc után is másodott a meccsről, 16 másodperc a győz. Ember hátrányban vagyunk. They've taken that face off between the blue lines and won it. A shot! Great save! 11 minutes, 3 seconds. Right inside! Volt. Terrific save! Így van, így van, így van, jó lesz az! Good solid defensive play there. Still with it in the defensive zone. Közben 4-en vagyunk jelentem. A játékos mi visszajött, illetve egy perc is már ezt nem kellett volna. Na az egyik őket kiválunk. Jövőre, ott szorok és rajnalni. Köszönöm, Peti. Alakult. Rajna Miklós nem véletlenül mutatják itt szerintem a meccs embere, nálam legalábbis. Ötvenöt másodpercig vagyunk ember hátrányban. Egyébként, ha jól tudom, éppen a napokban látszott a Fehérvár az 0-0-val. Ha jól tudom. Azt, de szép volt! Új haszt, el tudtuk boldasítani. Üzben? Üzben a pont. Azt tumi. Még szerencsőbb pont adnak a nyomói játékosok. Azt éppen lesznyitták a mitőből a korongot. Aj, mekkora blokk és ebből indulhatunk. Up the wing, moving along. Gives it over to the point. Ó, az helyzet volt. Basszus! A löket! Ja. Állj, nem tudjuk becentelezni. Kuráltunk, mintha ember a lényben lennénk. Egy hatalmas löket! Ez a halpont, hogy mindig meg. Igen, a VB-ket szoktam nézni, így van. Egyébként nem tudom, azt nem néztem, viszont hogy a magyar válogatott benne van-e a Tanager 18-ban. Azt látod, még nem néztem meg. Ez hoki, igen. Nevezzük jégkorongnak. Aki 3 perc és másodperc, az nagy dugó. Ó, basszus, hogy bezolti. 3-2, most már ki kéne húzni. Annál is inkább értékes lenne ez a győzelem, hogy ennyi kiállítás mellett tudnánk kiérni. Nagyon fontos lenne a felsőházba maradás miatt. Hát erről szegélyre arra nem sok minden tehetett. Elhúzzuk a buliszt, az mindig jó. Most aztán már biztosan nem lehetünk ember hátrányba, mert az volt. Gond lesz, de milyen gond, és most is gond volt. 2 perc 20 másodpercet kell kihúzni. Well, you know he's happy, guys. He's sitting there on the bench. He's got a couple of goals in his back pocket already. But you know he's thinking about number 3. What an achievement that would be to bang in one more. That is a large win by the defensive centerman. Congratulations to him.
That pass was off the mark, so they'll have to try it again, organizing at center. Good hand to eye, and the reach of the stick. Stick handles up the wing at center. Last minute to go in the third. Possession taken behind the net. Gets that one on across. Moves it to the shadow of the boards. Nice stand-up check there. Only to the bench, extra attacker out. He approves his will. Takes that pass up the boards. Brings a shot, got in front of another one. Lehozták a kapust, és nem figyeltünk, és nem lőttük el üres kapura. Ez csak akkor lesz bosszantó, hogy ebből gólt kapunk. Na és most be kell lőni. Mit csinál? A faszért nem lőtt el. És majd van a meccs, gyerekek. Nyertünk 3-2-re, basszus. Fú, ez kemény meccs volt egyébként, túl a vitt a vége. A rengeteg kiállítás megint. Köszönöm Áron, nagyon szépen köszönöm. Hát igyekszem. Megnyertük a meccset, megelőtt találkozót a bajnokságban. Nézzük meg, hogy állunk a tabellán. Mikor fifázok, este 9-kor jövök egy pack opening-gel, kérlek szépen. Majd lehet, hogy egy kicsit rövelünk. Leszimulálunk egy napot, és akkor tudunk friss tabellát nézni. Na nézzük meg a központot. Hogy állunk. Hát a győzelem ellenére elcsúszunk vissza. Tehát egy helyet visszacsúsztunk a negyedik helyre. 15 gólt, 13 kapott. De viszont én még csak 4 mérkőzést játszottam. A Villak, a Salzburg is például már a Villak 6 meccsen, a Salzburg 5 meccsen. Nekünk 4 meccsünk van. Úgyhogy ha a legközelebbi meccset behúzzuk, akkor megyünk fel, tehát a Starsburgot biztos, hogy megelőzzük, a harmadik helyre vissza tudunk mászni akkor, de ehhez kell az, hogy nyerjünk holnap. Na, srácok, én köszönöm, hogy itt voltatok velem, most ezt a live-ot befejezzük. Ha nem lesztek itt a 9-es Pack Opening-en, akkor nektek boldog új évet kívánok. Találkozunk este 9-kor. Na, sziasztok!